blessing, making spirits bright. What fun Gyertek, gyújtsuk meg a negyedik gyertyát, ünnepeljük meg mi is a magyar karácsonyunkat. A szálláskereső Mária történetét. Néked szállás, mert sok a pedigem van. Volt a bölcs kovácsnak egy szép fakreánya, elvezette szűzanyánkat garmok játszolához. 12 órakor született Jézusunk, 12 szép őrző angyal vonja a koszorút. Jó reggelt, bölcs kovács, miért nem adtál szállást? Tűz anyádnak, jó anyádnak, reggelig megállás. Ó, ha tudtam volna, hogy ő volt Mária, aranyból is, gyémánból is szállást adtam volna. Én pedig a hideg földre lefeküdtem volna. Karácsonykor éjféltájban, ki jó Isten emberet, mint kisgyermek született. Őt nevezték Jézuskának, édesanyját Máriának, kipójába takarta, befektette jászolba. Az angyalok fenn az égen, mennyei nagy kényességben zengették az éneket, emberek, pásztorok a falu mellett, báránykákat legeltettek, hallották az éneket, Betlehembe siettek, megtalálták a játszolba. Jézuskát a vistállóba, és ők szívből imádták mennek fölnek királyát. Paradicsom közepébe aranyszűnyeg leterítve, rengőből csőre átéve, abba fekszik az Úr Jézus. Az Úr Jézus, Isten fia, jobb kezébe aranyalma, bal kezébe aranyvesztő, felfölhajtja, megzúdítja. Zúg az erdő, teng a mező, a madarak kikeregnek, az angyalok énekelnek, a magyarok ünnepelnek.
karácsonynak éjszakáját, Krisztus születése napját. Örüljetek, örvendjetek, a kis Jézus megszületett. Eredj Éva a padlásra, fogj egy sárga lambot, te is Ádám a pincébe töltsd meg cukorádat. Hogyha velünk Betlehembe be akartok jönni, siessetek túlós vajas fogácsákat sütni. Jancsika, Jancsika, te gyere előre, kérdett hajtván üdvözöljet, velünk együtt tiszteljet. Áldását magunkra, malasztját nyájunkra, írjuk a kis Kérjük, vigyék magukkal a népénekek hangulatát, azt az érzést, amit dalba fogalmaz meg. Önök házában is jelen legyen a fény, gyulladjon a szeretettől, és örvendjünk, a világ világossága megszületett. Önöknek is eljön a házába, ha a szeretetnek helyet adnak. Köszönjük szépen, hogy meghallgattak.
A mai este a Zsámbéki Művelődési Házban a hagyományt teremtett koncertünk volt, ami minden évben itt zajlik. Sajnos a Covid időszak alatt nem tehettük ezt meg, de nagy örömmel jöttünk idén is, és tavaly is már szabad volt jönnünk. A zeneiskolának ez egy nagyon fontos esemény, azért, mert a gyermekek készülnek, és meg tudják mutatni a község lakóinak és szüleiknek is, hogy mennyi sok értékes zenét hordoznak magukban, és ezt mind eljátsszák, és megmutatják nekünk. És ez azért is fontos, mert olyan sok dolog mellett elsietünk mai világban, hogy ez egy nagyon fontos nyugalom, egy megállás, tele értékes zenei dolgokkal. Említette, hogy ez már egy hagyományszerűvé kezd válni, hiszen többedik éve rendezik meg ezt koncertet. Milyen népszerűségnek örvend ez a zsámbéki a körében? Elsősorban a tanítványokhoz tartozó szülők, rokonok jönnek, de volt már olyan koncert is, amikor alig fértünk be a terembe szerencsére, mert hát többen ráértek és tudtak jönni. A késői decemberi időpont az nem mindig kedvez neki, mert ugye későn van, de azért szokott lenni mindig közönség, és nagy-nagy örömmel látjuk, hogy élvezik és szeretettel fogadják a munkánk gyümölcsét. Zeneiskola tanulóit hol láthatjuk legközelebb? Terveink szerint lesz március elején egy nap, amikor a zeneiskolának lesz egy ilyen nyílt napja, előadásokkal, koncerttel, órákkal, amire be lehet nézni, és szokott lenni egy alapítványi koncertünk is, az is valószínű, hogy tavasszal lesz, és a zsámbéki rendezvényeken meg szokott jelenni a zeneiskola, mint például a Bodza Fesztiválon, tehát bármilyen nagyobb ilyen rendezvényre, ha meghívást kapunk, szívesen teszünk eleget, mert sok ügyes tanítvány van, akik tudnak zenélni ezeken a programokon.